Sziasztok! Németh Kristóf vagyok. Sokan ismerhettek a tévéképernyőről, de most nem ezért vagyok itt. Úgy döntöttem, hogy elindítom saját YouTube csatornámat, ahol megmutatom a mindennapjaimat, a családomat, a barátaimat, a kollégáimat, a kulisszatitkokat, és ahol teljesen őrült tartalmakat is láthatsz. Szerintem ütős lesz. Itt sétálgatok a budai hegyekben, jaj, picit esett az eső reggel, de hát hihetetlen november végén sikerült egy derűs, napos, meleg, gyönyörűséges időjárást kifognom. Ráadásul akadt is egy fél órám, hogy kiugorjak ide. Ez itt van a Kisváb hegyen, és életemnek nagyon fontos helyszíne ez az egész terület, de különösen is egy sziklának a kiágazása. Tudnélik, mindig ide jöttem gyerekkoromban, hogyha történt velem valami jó, vagy valami rossz. Ide bújtam, amikor iskolát kerültem, ide jöttem, amikor szerelmes voltam, volt, akivel itt randevúztam, amikor volt egy helyi bandám, ilyen 12-3 éves koromban, akkor mindig itt volt a találkozóhelyünk. Apukámmal gyakran jöttünk fel ide, és nagyokat beszélgettünk. Szóval fontos helyszín az életemben, és édesapámnak az volt az utolsó kívánságainak egyike, hogy neki ne legyen klasszikus temetése, hanem a szűk család szólja szét a hamvait ezen a számunkra fontos helyen. Úgyhogy néha kiszoktam jönni ide nagy titokban, és kicsit beszélgetek apukámmal. Most azért jöttem, hogy Levente érkezése alkalmából közösen hálát adjunk. Itt vagyok Lóczi sulijánál, perceken belül érkezik a fiatalember, és megkezdjük a közös hétvégét. Vásárolunk, mert hát Black Friday van, tehát ebből nem maradhatunk ki. És hamarosan itt van a karácsony is, úgyhogy vannak éppen alkalmak a vásárlásra, és aztán indulunk haza a családhoz. Na, hello! A német fiúk egy része, most már mondhatjuk, hogy csak egy része, esti hadjáratba indul. Hová megyünk? Footlockerbe. Bizonyán, elmegyünk és cipőt nézünk Lócinak. Busszal, nem. Kocsival. Kicsit körülnézünk a városban, meg arra gondoltam, hogy van egy meglepetésem is még Lóci számára ma estére. Úgyhogy induljunk. Lóci félelmetesen imitálja a flippert, komolyan mondom. Ebbe kapcsoltad, el is ment a... Azt mondanám, hogy a legjobb tanítványom, hogyha én tanítottam volna, de az a helyzet sokkal jobban játszik, mint eddig valaha én. Egy millió pont. Szerintem csúcs lesz. Na, hello, mi mókázunk tovább. Az a díl, hogy este a vesztes fogja csinálni a sajtos tésztához a sajtot. Igyekszem talán volt ez. Nehogy már, ne! December 2-a van, hajnal, természetesen megyek forgatni, és ahogyan azt
ígértük már nagyon régóta. Tessék, leesett az első hó íme. Úgyhogy csodálatos, gyönyörű hóesésben megyek, ami azt jelenti, hogy kemény napunk lesz ma, viszont a nap végén elmehetek a fiammal, Lócival szánkózni. Itt vagyunk a hajnali forgatási helyszínen, ahol óriási pejhelyben hull a hó. Hát ennél szebbet, komolyan mondom, csak filmeken lehet látni, vagy még ott sem. De belegondoltam, tulajdonképpen ez is egy film. Ez viszont közben maga a valóság. Csodaszép. Az első hó idén. Megérkeztem a moziba, hamarosan elkezdődik a Drága Örökösök harmadik évadának sajtótájékoztatója, de előttünk itt még egy egészen másik rendezvény zajlik, tehát nem teljesen más, hiszen ez itt a Bátrak földjének a sajtó premierje, és a bemutatója a háttérben itt Kalamár Tamás barátom és kollégám a sorozat producere során merje. Nem sokára megkezdődik a Drága Örökösök sajtóvetítése is, addig pedig elmegyünk és megnézzük, hogy a másik sorozat, a Bátrak földje milyen lett gyakorlatilag. És ez már a Drága Örökösök sajtóvetítése előtti sajtófogadás, éppen a fotózások mennek, hogy itt van az én összes drága kollégám, fotósok és televíziósok, és természetesen itt mögött, igen, a mi sajtós kollégánk, Barbara, Hámori Barbara, a showrunnerünk, a producerünk, a főnökünk, és itt mindenfelé az én drága színész kollégáimat láthatjátok, hiszen készülünk a harmadik évad bemutatójára. Drága Örökösök, hamarosan kezdünk! Hiszen. Itt vagyunk Gödöllön már, Gödöllő egyik új kulturális helyszínén, Királyi Váróban, és Pikali Gerda és Bordán Irén művésznők itt, ők nevetgélnek mellettem. Ők lesznek mai vendégeim a Mesterek és Tanítványok sorozatban, Fórum Színház előadásában. És Irén, mi most ismerkedtünk tulajdonképpen meg most valójában. Most látom a személyesen először. Szevasztok, ugye, csak eljön. Igen, és a kijutásunk történet az egészen elképesztő volt Gödöllőre. De aztán végül is megoldódott, és tőled kaptam most mindenféle ajándékokat. Aranyat, tömjént, mirhát! Miért nem ezzel kezdtétek, ott van benn? Ezt elmondod, hogy mit küldesz a feleségünknek? Azt nem lehet annyira. Az egy nagy boldogság, hogyha megszületik egy gyerek. És anyukám mondta, hogy látta a televízióban, én nem tudtam. És volt még egy óra, gyorsan, lementem a kamrámba, és ott találtam a naspaját, amit én szedtem a szomszéd fájára, mindig érszedem, mert nekik nem kell. Hoztam egy datóját, egy gyümölcsöt, ez sárga, milyen datója? Csodálatos van. Igen? Meg szőlőt, ami fel van fütkesztve a kamrámban, azt hoztam a babának. És rozmaringot? És rozmaringot, igen, amit meg kell gyújtani. És kitisztítja az atmoszférát. Hát most mit szóltok ehhez? Ilyen csodálatos emberekkel vagyok körülvéve. Én nem hoztam neked semmi. Sziasztok! Itt vagyok a Fórum Színház irodájában, Budán. Jó, hát nem vagyok túl irodásan öltözve, de ma az az igazság, hogy a kollégáimmal és a társaimmal fogjuk megbeszélni a következő időszaknak a stratégiai terveit. Készülünk egy vadonatúj bemutatóra, és hát ennek kapcsán nagyon sok dolgunk van, meg úgy egyáltalán, hiszen színházat építünk, ezt jól tudjátok. Úgyhogy a Fórum Színházban hamarosan megkezdődik a munka, reggel 8 óra múlt pár perccel, és nem sokára megérkezik Balázs, meg Tamás is, és sokan kérdeztétek, hogy hogyan is dolgozunk mi, úgyhogy most megmutatom, hogy ez itt az irodánk, ez itt a tárgyaló, meg itt a mi részeink, és ha kimegyünk itt ezen az ajtón, elindulok egy folyosón, és bemegyünk egy másik ajtón, akkor itt van még egy óriási nagy helység, látjátok? Ez egy próbaterem, és itt készülnek el az előadásaink mindaddig, ameddig föl nem tesszük őket a színpadra. Tehát itt van ez a próbaterem, amiben tulajdonképpen tudjuk imitálni azt, mint hogyha egy színpadon próbálnánk. És amikor már elkészül a díszlet, akkor megyünk fel, de addigra a színészek már pontosan tudják a dolgukat. No hát, ennyit már a kulisszatitkokból.
Lóci úr, teniszem van, és van még egy fél órám. És az a helyzet, hogy éhes vagyok, meg innék egy kávét is. Tulajdonképpen ez a mai nap, így Mikulás után, az első szabad napom. Ami hát csak félig szabad, mert délután van egy találkozom még, ami részint üzleti ügyben lesz, részint baráti. De azért van egy fontos témakör, amit meg kell beszélnem egy kollégámmal. De hát elindult a szabadság, és ez azt jelenti, hogy mostantól az én drága családommal lehetek tulajdonképpen egészen karácsony utánig, szinte az új évig. Úgyhogy addig kizárólag a saját cégemben fogok dolgozni, a Fórum Színházban, és azt is úgy, hogy majd beosztok ilyen heti egy-két délelőttöt. Ennyi lesz maximum a meló, és az összes többit pedig csodálatos feleségemmel, kisfiunkkal, aki két hetes, még alig, Leventével, Lóci nagyfiammal, édesanyámmal, családommal fogom tölteni, úgyhogy mi így készülünk az ünnepekre. Most pedig elmegyek és kajálok valamit, be van zárva a büfé, itt viszont mögöttem van egy étterem, megnézzük. Itt vagyok Szentendrén, éppen az apósométnál, és hát ez a tüneményes, édes kutya, hát ezt meg kell zabálni, ezt a drága kutyát. Ő egyébként egy vadászkutya, egy nagyon okos vadászkutya, de elképesztő, mennyire édes. Bizony, bizony, fogorvosi rendelő, sokan rettegnek tőle, én nem. Nekem egy kitűnő fogorvosom van már nagyon-nagyon régóta. Gyerekkoromban ez mondjuk nem a legszerencsésebben működött, akkor volt egy Bíborka néni nevű fogorvosom, hát ő megkínzott rendre, és egyébként akkoriban még sajnos én sem figyeltem oda a fogaimra, de ez merőben megváltozott, és amikor azt hiszem színművészeti egyetemista voltam, amikor megismertem Attillát, aki azóta a fogorvosom, azóta hozzájárok, és azóta minden a legnagyobb rendben van. Lóci kifejezetten rajongással szokott jönni. Hát most rajtam a sor, de csak egy tisztításra jöttem. Igen. Ez persze teljesen tönkretette a tüdejét. Egy nap fulladási romlókba fetremett az Andrássy úton, és egy járókelő mentőt hívott hozzá. De hogy került itt te a képbe? Utolsó éves voltam az egyetemen. A szakdoka konzulensem azt javasolta, hogy készítsek egy igazi mély interjút. Én mindig elítélem. Hát az első babakocsi séta picit sikertelen, abban a tekintetben, hogy Levike nem annyira bírja babakocsizást, legalábbis ezen a mai napon nem annyira. Úgyhogy itt jön a babakocsi, ott meg Zita és Levi. Viszont gyönyörű idő van, és hogyha az anyukája kezében van, akkor természetesen nyugodt a gyermek, mint hogy akkor is, hogyha az apukája kezében van. Tulajdonképpen nekem a pocakomon, na nem mint hogyha lenne pocakom, de mégis ott a hasamon szeret a legjobban aludni, hogyha nálam van, de hát azért a mindent vívő az anyával természetesen. Itt jönnek ezek az édes drágaságok. Csodálatos, csodálatos hétvégénk van, így az adventben még nem gyújtottuk meg a mai gyertyát az adventi koszorún, de ha hazaértünk, akkor délután már otthoni. És a szüli hetes gyertya, bizonyán ma 3 hetes Levi baba. Úgyhogy minden héten és minden hétvégén ünnepelni szoktunk. Szóval minden hétvégén szoktunk ünnepelni, ugyebár Levi november 24-én született, ami azt jelenti, hogy pontban karácsonykor lesz egy hónapos. És idén úgy jön ki az adventi hétvégék sora, hogy minden vasárnap, amikor meggyűjtünk egy-egy gyertyát az adventi koszorún, akkor mindig meggyűjtünk egy-egy gyertyát egy kisebb tortán, és minden... amit anya megeszik, és így eljut Levihez is, úgyhogy minden szüli hetet meg szoktunk ünnepelni. Ma lesz a 3. szüli hét. Vonul a család a vérmezőn. A helyzet változatlan abban a tekintetben, hogy Lóci repeszt a rollerjével, gyermek kézben, én a babakocsival, és közben nézelődünk. Például éppen tök jó, ilyen rögbi edzést tartanak hátul a parkban.
baromi jó móka. Megnézegetjük majd Lócival. És aztán megyünk haza, és készülünk a kis családi délutánra. Átkerült a gyermek apukájához, és már nyugalom van a Dunaranyos. Zita nagyon helyes volt, amikor hazajöttünk a kórházból, eltelt néhány nap, itt volt anyukája, és hát segített nekünk mindenben, nagyon édes nagymama, és akkor tudott elmenni először Zita ki a lakásból, gyakorlatilag lement vásárolni, és azt mondta nekem, hogy először voltam pocak nélkül kint a lakásból, lementem, és csak úgy suhantam. Köszönöm, hogy velem tartottál! Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és írd le kommentben a véleményedet. Hogy ne maradj le, iratkozz fel! És persze kukkantsd be hozzám az Instagramra és a Facebookra is!